Hát, sziasztok, teniszbarátok, a fejért először is elnézést, ez a, itt láttok, az elmúlt két hét megpróbáltatás, itt plusz a tegnap esti borfesztivál látogatást tükrözi, meg hát egyébként is hozott anyagból dolgozunk, és nem véletlen, nem készítettünk korábban ilyen videókat. Szóval, hogy mi lesz ma? Este 10-kor lesz döntő, ezt sem tudja ugye nyilvánvalóan mindenki, mert hát ugye ez egy eltolt döntő, viszont Zsinórban negyedszer játsszák hétfőn a US Open döntőjét. Az bizonyára azért már sokan tudják, hogy Novák Djokovic és Rafael Nadal, ezt most ugye így illik mondani, mert hogy Djokovic a világ első, ők játszanak egymással, és az esélyeket kéne egy picikét latolgatni. Sokan kérdezték már tőlem így egyébként, hogy szerintem mi lesz, mindenkinek azt mondom, a picikét átalakítva Fernando González elhíresült mondását, aki azt mondta, amikor 12. alkalommal végre le tudta győzni Roger Federert, vagy 11. most írtál, nem tudom, hogy szóval azt mondta González, hogy senki sem győzheti le Fernando González-t 12-szer egymás után. Igazából én is azt hiszem, hogy senki sem győzheti le Rafael Nadalt 6-szor egymás után, de ezt gondoltam 5-nél, 4-nél, sőt már bevallom őszintén 3-nál is, amikor az első salakos döntőjüket hívták idén. Szóval ez lenne az egyik, szigorúan nagy butaság egyébként, mert ugye a matematikai sorozatoknál is tudjuk, hogy semmi befolyással nincs az előtte lévő esemény az utána előre, de mondjuk teniszben azért ez nem teljesen így van, és azért az egész biztos, hogy Nadalt nagyon megviselte ez az 5 döntőbeli veresség az idén. Viszont szerintem azért nagyon-nagyon föl is tüzeli ez az 5 veresség a mai napra. Kérdéses lesz ilyen szempontból az első játszma, mert hogyha Nadal megnyeri, akkor tényleg nagyon tűzbe jön, hogyha elveszíti, akkor viszont egy picikét szerintem pláne az ötvereség fényében elbizonytalanodhat. A másik része a dolognak, hogy a Djokovic szempontjából az egészet szemlélve, én nekem szent meggyőződésem az elődöntőt látva, hogy Novák Djokovic pillanatnyilag olyan passzban van, és itt a passz az öreg, és nem is sportformáról beszélnék már, mert ez már rég túl nagy azon, egészen egyszerűen olyan passzban van, hogy pillanatnyilag nem tud olyan dolog történni, hogy ne ő nyerje. A Federer elleni elődöntőben elkövetett mindent, amivel egy mérkőzést el szoktak veszíteni. Az utolsó, az előtti két játékra gondolok, amikor Federer adogatott a meccsért, illetve az azt megelőző gémben, amikor elbukta az adogatását. Egészen egyszerűen bárhol, ahol foglalkoznak ilyennel, azt tanítják, hogy ilyet nem szabad csinálni, és nem lehet csinálni, hogy a közönséggel foglalkozott, hergelte a közönséget, lemondott a mérkőzésről mindent, majd odament, beleütött egy labdába 10 000-rel, és ráesett a vonalra. Van ilyen minden sportolónál, volt Federernél is, volt Nadalnál is, most Djokovicnál van. Igazából én azt hiszem, hogy ez a talán sérthetetlenség szólhat mellette. Rafael Nadal nagyon jól teniszezik ezen a US Open-en. Novák Djokovic magához képest azért nem nyújtotta azt a teljesítményt, leszámítva mondjuk a Federer elleni második, harmadik játszmát, amiből mondjuk 63 meccset megnyer valaki egy évben. Én szerintem Nadal fog nyerni, azt gondolom. De aztán lehet, hogy tévedek is esetleg. Djokovic viszont szerintem harmadik játékos biztos nem. Sziasztok!